Hova mennek? Hát megyünk. Hát akkor siessenek. Volt, aki az utolsó pillanatban érkezett meg a hétfő reggeli magyar érettségire, de még éppen időben. Stábunkat is csak 3:48-ig engedték forgatni, hogy ne zavarjuk az érettségizőket. Itt a Hilt szakközépiskolában is hónapok óta készültek az érettségire, diákok és tanárok egyaránt, hogy minden simán menjen hétfőn. Minden évben ugye 100-150 diák érettségizik. Hát mindenki a saját ritmusába készült, a tanárok készítették őket. Én láttam azt az izgalmat azért az arcokon, hogy érettség következik, de én azt gondolom, hogy mindenki nagyon komolyan készült, mert tudja ennek az érettségének a trükkét. Szerencsére nálunk hagyománya van annak is, hogy a diákok nem csak a rendes érettségkor érettségiznek, hanem nagyon sokan már előrehozott érettségit tesznek, elsősorban nyelvből, informatikából, illetve nem csak középszinten érettségiznek, hanem emelt szinten. Az intézményekben jó előre felkészítették a diákokat, hogy az érettségi már ne érje őket meglepetés. A tanulás mellett azért kellett egy kis plusz segítség. Volt, aki csokit, mások szőlőcukrot vagy energiaitalt hoztak magukkal. A Hiltben már hagyományosan jó érettségig születnek, így az igazgató most sem izgult az eredmények miatt. Olyan előrehozott érettségeket is tettek már, aminek a következtében találkoznak azzal, hogy mit is jelent az érettségi, mit is jelent egy bizottság, mit is jelent, amikor a tételt ki kell húznom, mit is jelent, amikor érettségit kell írni, de hát ezután majd következnek a technikus minősítőnek a feladat, illetve ha valaki tovább tanul, akkor az egyetemen, a főiskolán az első vizsgai időszakok, amik szintén nagyon komoly, hát próbatételek lesznek a diákok életébe. A magyar érettségin szövegértési feladatként Grendel Lajos egy irodalomtörténeti munkáját kapták a diákok, aztán választhattak, hogy érvelést, novella elemzést vagy vers összevetést írnak. Szeneka, Tóth Árpád, Bodor Ádám és Jékeli Zoltán művei kerültek be az érettségibe, ami állítólag nem volt nehéz. Az érettségizők kedden a matematikával folytatják ki közép, ki pedig emelt szinten. A vizsgát.